Ebben a házban lakott az a férfi, aki brutálisan bánt éveken keresztül párja gyermekeivel és az élettársával. Egyik alkalommal a férfi az egyik nevelt gyermekét egy kádvízben próbálta megfojtani, miután nagyjából 20 percen keresztül más módszerekkel is kínoszta. A brutális nevelő apát végül másodfokon a pécsi ítélőtábla 3 év börtönre ítélte, szigorítva a szekszádi törvényszék által kiszabott 2,5 éves büntetést, míg az édesanyját 6 hónap börtönre ítélték, 2 évre felfüggesztve. A lelkileg sérült családfők gyakran fordulnak szeretteik ellen, hangzott el a rendőrség továbbképzésén. Így tett az az édesapa is, aki felesége halála után italba folytotta bánatát, és kisfián töltötte ki haragját. Úgy állt bosszúra a felesége halálán, a saját nyomorúságán, hogy olyankor ezt a kisfiú felakasztotta. Nem történt semmi a kisfiú elmondása szerint. Ilyenkor felakasztotta, majd amikor baj történt, akkor oldotta ezt a kötést. A gyermekek viselkedése egyébként mindig jelzi, ha baj van otthon, mondja a szekszárdi humánszolgáltató vezetője. Hogyha valami változás áll be a magatartásba. Tehát eddig egy ilyen nagyon aktív, vidám, jó humorú gyerek, visszahúzódó, nem beszél. Az egy nagyon fontos jel. A másik az, amelyik meg a viselkedésében, magatartásában egy ilyen nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb volt, és most pont verekedik, kiabál, csúnyán beszél, tehát tulajdonképpen lejátsza azokat a eseményeket, kijátsza magából azt a feszültséget, ami benne van. Hát nyilván a fizikainak egyértelmű jelei vannak. A szakemberek úgy tapasztalják, egyre több családon belüli erőszakra derül fény. Ezek általában úgy derülnek ki, hogy a gyermeket az iskolában látják a tanárok, hogy valami probléma van vele, a szülők eljönnek hozzánk és segítséget kérnek, tanácsot kérnek tőlünk, hogy mi az, amit ilyenkor lehet tenni, és amennyiben ő is úgy érzi, hogy valójában szükség van, akkor mi ebbe be tudunk avatkozni, tudunk neki tanácsot, segítséget adni, és szükség esetén az ideiglenes megelőző távoltartást elrendelve a bántalmazó felet a családból kiemeljük. Az ideiglenes megelőző távoltartás azt jelenti, hogy a rendőrség 72 órára kiemeli a bántalmazottat a családból, és ha nem tud rokonokhoz menni, elhelyezik valamilyen szociális intézményben. A szakemberek a továbbképzésen arra buzdították a rendőröket, hogy éljenek ezzel az eszközzel, ha legalább 2-szer jelzik feléjük, erőszakoskodás van a családban.